Vidéken az emberek tavasszal egyre sűrűbben mondják, hogy a köd elvitte a medgyet, elvitte a kajszibarackot. Ugye azt tapasztalják, hogy hűvös, párás reggelek után a virágok teljesen elszáradnak, a hajtás végek elbarnulnak, és nem lesz az évben termésük. Ugye ők ezt a köddel apostrofálják, valójában ez a monélia gombának a kártétele. Kétféle monélia gomba fertőzi a növényeket, ugye az, ami a virágokat elviszi, ez a virág monélia, illetve később a termést károsítja a gyümölcs monélia. Megy és kajszib védelmében az elsődleges fertőzés forrás a virág monélia, ő okozza nekünk a legtöbb kárt. Mielőtt azonban a permetezőgéphez nyúlnánk, és azon kezdenénk el gondolkodni, hogy növényvédelmileg védekezzünk, először végig kell gondolni azt, hogy megtettünk-e mindent a megelőzés érdekében. A megelőzést tudjuk már az ültetéssel egy menetbe elkezdeni, ugyanis ezek a gombák párás időbe támadnak, tehát hogyha olyan helyre telepítjük, ahol egy kicsit jár a szél, ezzel fokozzuk az ellenállóságát a növénynek. Metszés folyamán fokozottan kell ügyeljünk a védelemre, ugyanis a gyümölcsfertőző moníliából ott maradt aszad gyümölcs múmiákat minden esetben el kell távolítani a fáról, ez fertőzés forrás lehet a virágzáskor, és nem csak hogy el kell távolítani, hanem nem is kell vigyük a területről. Metszés során a nagyobb sérüléseket le kell kezeljük sebkezelővel, hogy ne tudjon ott se bejutni a kórokozó. Ezután végezhetünk kémiai védekezést, ugye a kémiai védekezésnek az első és a legfontosabb mozzanata a rezes lemosó permetezés. Ezt minden esetben el kell követni csonthéjas kultúrákon. A vegetációban lévő védekezést már a bimbó megjelenésekor el kell kezdjük. Ugye a virág monélia 12 fok alatt és 85% páratartalom fölött fertőz igazából, ezért is mondták régen, hogy a köd elvitte a virágokat. Abban az esetben, ha ilyet tapasztalunk, akkor ahogy a megynél a fehér bimbókat meglátjuk, azonnal védekezni kell, és ha a hőmérséklet 15 fok alatt van, akkor saját tapasztalatom alapján a kórus nevezetű szer válik be a legjobban, ezt kertbarátok is meg tudják vásárolni, szabadforgalmi kategóriájú és 10 literes kiszerelésben is található. A permetezéseket nem elég egyszer elvégezni, hanem a virágzás teljes időtartalma alatt kell permetezni, mégpedig úgy, hogy az első permetezés után 5-7 napos fordulóval még egyszer vagy kétszer a virágzás hosszától függően kell védekezzünk. A gyümölcsöket ugye a gyümölcsmonélia fertőzi, ez egy másik gomba, ez 20-24 fokos hőmérsékleten támad, de rá is jellemzi a magas páratartalom igény. A monéliának a tünete, hogy a medgynek a termésén barna foltok jelennek meg, amik hirtelen nőnek nagyon nagy sebességgel. Itt már a termésen, ha meglátjuk ezeket a tüneteket, védekezni nem tudunk, az élelmezésügyi várakozási időnek a betartása miatt, ezért megelőző jelleggel tudunk védekezni, erre alkalmasak például a topáz nevű készítmény. Házi kertben monélia ellen bátran használható még a Teldor nevű készítmény, illetve második kategóriás növényvédőszer vásárlási engedélyen rendelkezők részére alkalmazható a Folicur Solo és a Cystan Duplo is.